Kírlovason vagyunk egy meseszép kis élelmiszeráruházba. Kórosdi Sándor a tulajdonos több mint 200 kilométerről keresett meg minket, hogy azt szeretné, ha az ő áruháza is alternatív energiával működne. És mint ahogy hallom, ugye már fél éve működik, és ha minden igaz, közel 1/8 áron működik, mint a hasonló áruházak. És azt szeretném kérdezni Sándortól, hogy honnan jutott eszébe, hogy megkeressen minket? Hát, hogyha nem jutott eszembe, hát egyszerű. Ugye van egy nagyon jó tervező barátom, ugye, aki ugyanúgy belém súlykolt ezt, amit ugye mi napjában megérzünk. Ugye a vállalkozásunk egyik legnagyobb kiadása, ugye itt az energiaszolgáltatás terén, és ugye próbáltuk, hogy na, hogy tudnánk ezt csökkenteni, és úgy jött ez az ötlet, hogy akkor, ha már csinálunk egy ekkora beruházást, akkor oda már egy olyan hűtést terveztessünk, ami ugye a mai kornak megfelelő, és a zsebünket is úgymond egy kicsit majd ez fogja segíteni, és ebből adódóan jött meg ez, amit a mai napig nem bánunk, sőt, mint tehát gondolkozunk, hogy ugye a további üzleteinket is valamilyen szinten ettér felé kezdjük el mozgatni. Eleinte azért egy kicsit emlékszem, amikor először jöttél a építésszel, egy kicsit azért, hogy féltél, hogy na belevágjak, ne vágjak, mondjuk annyi talán segített, hogy előtted volt már egy 4-5 éve működő CBA-ruház Budapesten, vagyis Vecsésen, ahol láttad, hogy működik. Ott voltál? Megnézted előtte? Nem láttuk, ugye azt ott nálad az irodába, és végsősorban az egy eléggé meggyőző volt. Ugye amikor felmentem Budapestre, odafelé még azon gondolkoztam, hogy na Istenem, mi lesz ez, hol fog ez megállni, ugye, mert itt mindig csak azt hallottuk, hogy fú, micsoda pénzösszegekbe kerül ez mekkora beruházás. Havi szinten ugye ez lebontva, ez mind a mi zsebünkbe fog későbbiekben maradni, és tehát ez egy hosszú távú befektetés. A nagy hideg télen, a mínusz 20 fokos télen működött már a házad. Mennyire vagy megelégedve a működéssel? Hát ezzel nagyon meg voltunk elégedve. Itt ugye, amit te is elmondtál, ez az 1/8, és itt a két hónap mínusz 20 fokban is, tehát olyan csodálatos körülmények is tudtak vásárolni a velük, hogy tehát bejöttek és azt kérdeztek, hogy milyen fűtés, hogy tehát itt azért komfort érzetük, tehát ez teljes mértékben ugye itt minden igényt kielégített. És ugye az építész, aki a mi nagy-nagy szószólónk, és ebben a régióban megpróbál mindenkit rávenni arra, hogy ilyet csináljon, ilyen tervezzen. Nem bántad meg, hogy végül is úgy döntöttél, hogy erre a területre lépsz rá, és rábeszélsz mindenkit arra, hogy végre ne a gázzal, ne a mással, mint alternatív energiával fűtsön. Én átadom neked most a mikrofont. Végül is nincs mit megbánni, mert úgy gondolom, hogy azért előrefele kell nézni, és azért, amit már beszéltünk energiárak tekintetében is, ugye azért oda kell figyelni, mert ha csak azt nézem, hogy a jövő nemzedékének, unokáinknak, azok gyerekeinek mit hagyunk hátra, azért ez is nagyon fontos. Persze, idézőjelben most azt mondhatnám, hogy legfontosabb a mostani beruházóknak, hogy ez azért az ő zsebükben is ugye maradjon valamilyen pénz. Természetesen ez valamilyen szinten több beruházás anyagilag első körben, mint mondjuk egy hagyományos épületnek a fűtése és a hűtése, mert ugye ne felejtsük el, hogy a fűtés és a hűtés egy ilyen üzletnél az ugyanolyan fontos, és sokan összekeverik a hőszivattyút a gázkazánnal, azt hiszik, hogy csak a gázkazán helyére föl akasztok egy hőszivattyút, és ugyanúgy működik. Mi minden téren azt mondható el, hogy ilyen volumenben és ilyen szinten megérő beruházásról van szó. Na most az is fantasztikus, hogy valójában az ország szegényebb régiójában vagy építész. Az egész országban az építészek sírnak, hogy nincs munkájuk, hogy nem tudják, miből élnek meg, elmennek biztosítási ügynöknek, telefonáló embernek, tehát mindenhova elmennek, és te itt az országnak ezen szegényebb rétegében egymás után kapod a munkákat, egymás után telefonálsz, hogy András, lenne itt egy következő munka, megint itt egy munka. Elképzelhetőnek tartod, hogy azért, mert
az embereket rádöbbentetted arra, hogy csak ilyen rendszereket szabad építeni, és ezek az emberek már jönnek hozzád, és ilyen energiatakarékos, szuper, olcsón működő épületeket akarnak terveztetni. Ezt az emberek megszokták, meg amúgy is jó építész vagy, tudom, és ezért aztán egymás után jönnek hozzád, és a recesszió ellenére neked ezért aztán mindig van munkád? Tehát sokban hozzásegít ahhoz, hogy energiaracionális házakat tervezel? Ahhoz, hogy mi jó házat és mind építészetileg, mind gépészetileg jó házat tervezünk, ez elengedhetetlen a jó megrendelő. Itt a jó megrendelő az adott volt, de én azt mondhatom el, hogy azért egyre több ember gondolkozik, és nem csak az óráig lát, hanem azért annál tovább is. Innentől kezdve azért, aki gondolkozik, azt tényekkel meg lehet győzni. Onnantól kezdve, hogy azért már közelben is van itt egy ilyen épület, ami ténylegesen megfogható. Ráadásul a közért, ahol minden nap jár vásárolni. Innentől kezdve még könnyebbé válhat ez a dolog, de ugye ez most egy közért, de számtalan olyan épület lehetséges, ugye, ami szintén ugyanilyen hatásfokkal, sőt, még akár jobb hatásfokkal is tud működni egy rendszer, és több pénze marad a megrendelőnek, illetve, hogyha visszafordítjuk, nem is az, hogy több pénze marad, kell fogalmazunk úgy, hogy kevesebbet költ az egész világ energiára, ebből kifolyólag sokkal több fog megmaradni a jövőnek is. Amikor elkészítettük a terveket, egy velünk 36 éve, Sándor, kb. 36 éve együtt dolgozó szerelővel sikerült megállapodni a tulajdonosnak. Mi ajánlottuk, hogy ő csinálja, mert ő profi. Egyébként ez a fiú, ez a Krajcsik Sándor, arról híres, hogy talán az országban az egyetlen egy olyan fűtésszerelő, aki saját magának összerakott egy repülőt, egy kétszemes repülőt, és azzal még föl is mer repülni, és azzal sokszor hol ide, hol oda repül. Ugye én sokszor mondom azt, hogy ez dolog, hogy minden kontár neki áll fűtésszerelő, legfeljebb csöpög, de azért kíváncsi vagyok, melyik fűtésszerelő merne összerakni magának egy repülőt, és aztán abba beleülni, és fölmenni. Hát a Sándor egy ilyen szerelő. Hát azt hiszem 36 éve tart az ismeretség, az első fűtéstechnik összabadalmat meg együtt szenvedtük ki, és azt hiszem mind a ketten a cégünket abból alapoztuk meg, hogy pár tíz vagy pár száz olyan termoszifonos fűtésrendszert csináltunk az országban, ahol szénnel, fával fűtöttek egy hétre előre, és aztán vitte a fűtés. Sándor, neked már természetes volt, ugye, hogy ezt a házat megcsinálod? Természetes volt az, hogy alternatív energiával, hőszivattyúval? Hát gyakorlatilag természetes volt, mivel az ismeretségünk kezdetétől fogva mindig a megújuláson, az új dolgokon indultunk el, és hát megpróbáltuk mindig jobbá, gazdaságosabbá, kényelmesebbé tenni a fűtésrendszereket. És most, hogy hőszivattyús rendszerek, ahogy megújulók bejöttek, ezeket már, hál' Istennek, 5 éve csináljuk, több rendszert, nagyon sokat építettünk már, több mint 40-et. Kell látni, hogy az épületre áldozni kell, még a építés idején, azt normálisan meg kell csinálni, és utána, ha jól van megtervezve, jól van kivitelezve, az gazdaságos lesz és kényelmes, jól lakható. Hát itt szerinted mennyi idő alatt érül meg ez a beruházásod? Hát ez a beruházás, én úgy gondolom, hogy ez 5 és 8 év közt biztosan meg fog térülni. Tehát teljes mértékben biztos vagyok benne. Miközben átfurcoltuk a kamerát a hőközpontba, ma elmondta nekem azt, hogy mit felejtett el elmondani. Nem is azt, hogy mit felejtettem elmondani, hanem amiről ugye mindig is beszélünk, és legtöbben beszélünk, az a fűtés, és én úgy gondolom, hogy most már azért a hőszivattyút ezt nem a gázkazánnal és gázrendszerekkel kell összevetni, hanem az egy teljesen komplex rendszer, ami annyit jelent, hogyha például itt most a Sándor mondta a beruházási összeget, hogy az most jó, több volt, de itt nem, ha hagyományos módon próbálja ezt az épületet kivitelezni gépészetileg, akkor itt légkondicionálás kell csinálni, vagy folyadékhűtőt, vagy olyan spliteket betenni, stb. Ez itt nincs. Ezt sokkal olcsóbban meg tudjuk oldani a hűtést is, mint mondjuk ha hagyományos technológiával oldanánk meg, és nem szabad elfelejteni, hogy egyre jobban megyünk abba az időjárási viszonyokban, látjuk bárhol, hogy egyre melegebb lesz Magyarországon is, átlag hőmérséklet emelkedik, és
nagyon fontos lesz. Én tudom, hogy az építészek mondják azt, hogy meg lehet oldani építészetileg, hogy ne legyen olyan meleg egy épületben, de bizonyos épületekben ezt nem lehet megoldani. És oda viszont kell a hűtés, és kell a jó fűtés is, és ezt komplexen kell vizsgálni most már. Egyetlen egy dolgot tegyél meg, légy szíves, mert ebben a régióban, ha valaki ilyen épületet akar építeni, akkor hol talál meg téged? Zsigó Bálintnak hívnak, megtalálnak weblapon a zsigó.hu, vagy egy e-mail címet tudok mondani, balintkukaczsigó.hu. Balintkukacz? Balintkukaczsigó. A nevem fordítva közt egy kukac. De bárki esetleg, hogyha a Andrásikat megkeresi, akkor ugyanaz, utána fel tudja velem venni a kapcsolatot. Hogyha valaki Nyírlugas, Nyírbátor, Debrecen, tehát ezen a környéken ilyen épületet akar komplett megvalósítani. Akár Miskolc akkor, környék, tehát teljesen, végül is ez teljesen. Akkor téged megkeres, és onnan kezdve nincs semmi dolga, csak nincs, csak megrendelni, a tervezést kifizetni, megépíteni, és utána élvezheti, hogy 1-8-áron. Örüljön, igen. Örüljön annak. Hát még egyszer köszönöm a fiúknak, hogy fogadtak minket. Köszönöm, hogy itt meglepetésszerűen mindenre válaszoltatok, és remélem találkozunk.